好了，好呗。Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a 2023-as első havi... Havi. Első havi összegzése lesz. 2023-as első havi összegzésem lesz. Így értelmes a mondat. Ugyanis igen, vége van a januárnak is, úgyhogy tudjátok, mi következik. Na, néhány ilyen, nem tudom, közérdekű közlemény, akármi is. Ugye januárban nagyon... Januárban általában csak ilyen 2022-es összegző videóim vannak, viszont kettő szokásos az most szerintem idén kimarad, az egyik a legrosszabb könyvek, vagy legrosszabb könyvolvasási élmények 2022-ből, mert őszintén olvastam olyan könyveket, amiket úgymond nem kategorizálnék jónak, de hogy semmit nem mondanék kifejezetten csalódásnak, vagy hogy így körülbelül két könyvet, arról meg így nem érzem azt, hogy csinálnék külön videót, mert a havi összegzésekben ami olyan volt, arról elmondtam, hogy hát ez nem volt olyan jó. A másik meg a 2022-es statisztika videóm, amihez most valahogy nem érzek kedvet, úgyhogy ez a kettő videó így most ki fog maradni. Igen. Ilyen meh volt, meg nem volt kedvem felvenni se őket, annyira nem éreztem, úgyhogy szeretném őket csinálni, hogy ezek nem lesznek. Ennyi kellett volna, Zsepi. Mindegy, szóval ez így ennyi. És akkor még annyi esetleg, hogy idénre egyébként én úgy terveztem, hogy megpróbálom hát nem erőltetni magát az olvasást, meg nem erőltetni olyan könyveket, amihez nincs kedvem, mert abból úgyis csak szenvedés lesz. Tehát ha nincs kedvem hozzá, akkor alapból rosszabb lesz az olvasási élmény, és rosszabb értékelés lesz a könyvnek, mint lehetne, úgyhogy nem csinálok ilyeneket, hanem most konkrétan ilyen hangulatolvasósan megyek, hogy ránézek a polcomra, és ami így megszólít, azt olvasom. Leginkább ezt próbálom majd tartani, meg hát nem próbálok rámenni mennyiségre, mert amúgy se próbálok, csak így bennem van az érzés, hogy de kell olvasni, hogy tudjak tartalmat gyártani, és akkor ez egy ilyen ördögi kör, főleg, hogyha közben nem tudok olvasni, vagy nincs kedvem olvasni, meg ilyenek, de most egyébként egész van kedvem olvasni, csak ezt nem akarom ellőni azzal, hogy erőltetek magamra olyat, amit mondjuk nem akarok olvasni. Lehet, hogy ezt már túragoztam, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy itt van január, és januárban 5 darab könyvet fejeztem be, ebből 2 volt hangos könyv, ami ilyen kisregény hangos könyv volt, tehát egy ilyen 4 órás hangos könyvekről beszélünk per darab. 2 volt hosszabb regény, és 1 darab volt egy ilyen átlag hosszúságú regény, mondjuk azt, tehát nekem az átlag az ilyen 300 oldal, tehát az olyan, az a közép, az a lélektani határom a 300. De azt elkönyvben olvastam, szóval nem láttam az oldalszámot. Úgyhogy akkor nézzük is, egyébként elég egyhangúak lesznek, mert hogy hát gyakorlatilag kivétel nélkül mindegyik science fiction volt. Ami nem szándékos, hanem teljességgel véletlen útján alakult így ez a hónap, de hát akkor nézzük, hogy miket olvastam. Az első az Becky Chambers-től volt, A hosszú út egy kicsi és dühös bolygóhoz, ami nekem egy Metropolis médiás recenziós kötetem volt, úgyhogy ezt innen is nagyon szépen köszönöm, és egyébként ezt a könyvet nagyon régóta vártam, meg nagyon régóta el szerettem volna olvasni, mert a négy szemköztös lányok nagyon-nagyon tolták mindig is, és Becky Chambers-ről én gyakorlatilag csak jót hallottam a többiektől, és hát egyrészt ez volt most a januári BookTube könyvklub egyik közös könyv, úgyhogy így egyértelmű volt, hogy ezt olvasom, mert ugye ez október-november megjelenés volt talán tavaly magyarul, és így be volt rebegtetve, hogy lehet, hogy lesz közös könyv, úgyhogy eddig megtartottam. És azért is volt nagyon jó, mert hogy én a tavalyi év végén ugye a legendás lettékkal nagyon felültem a kózi könyv vonatra, és nekem ezt így nagyon jól folytatta most ez a regény. Elolvasva a fülszöveget, meg a címet, szerintem alapvetően nagyon mást ígér, mint amit az ember kap, és ezzel valószínűleg nekem lett volna bajom, hogy tök másra készülök, mint amit kapok, de szerintem azért nem volt, mert hogy én annyira nem voltam képbe, hogy konkrétan ez a könyv így miről szól, és így ilyen tippjeim voltak, nem nagyon találtak be, ettől függetlenül nagyon szerettem ezt a könyvet, mert ugye a főszöveg azt ígéri, hogy Rosemary-t fogjuk követni, mint főszereplő, akinek van ez a nagy titka, és így elmenekül, és egy ilyen féregjáratfúró hajóra megy dolgozni, messze mindentől, amit valaha ismert, és akkor így azt gondolná az ember, hogy ez erről fog szólni.
egy nagyon pici részét teszi ki ez a történetnek, és ez egy olyan konfliktus, ami nem is lesz igazából konfliktus. Ez szerintem nem spoiler, mert ezzel így, ez ilyen felkészítés, tehát hogy ettől nem kell ilyen nagy konfliktust várni. És akkor lehet, hogy az jó, hogyha az ember erre előre felkészül. Illetve a könyv, tehát igazából nem csak Rosemary-t követjük, hanem ennek a Wayfarer hajónak az egész legénységét követjük, és hát ilyen nem annyira összefüggőek a fejezetek, mert egy-egy fejezet között tök sok idő eltelik, vannak a fejezetek tetején ilyen kis jelzések, hogy most éppen mikor tartunk, bár én nem nagyon tudtam rájönni, hogy milyen az időszámítása a Galaktikus Köztársaságnak a miénkhez képest, de ez igazából lényegtelen, a lényeg, hogy látja az ember, hogy telik az idő. Csak ezt ugye így nem érzékeljük, ha nem nézzük a dátumot, csak így telik. És egyébként ilyen, nem is tudom, így a hajó mindennapos életéből ragad ki jeleneteket, néha van egy-egy úgymond akciódúsabb jelenet, de hogy így ennyi, és arról szól az egész történet, hogy ők nagyon messzire kell, hogy elutazzanak ahhoz, hogy fúrni tudjanak egy ilyen járatot, és az odavezető utat nézzük végig, illetve hogy milyen a hajó töltött élet közben. Tehát nagyjából erről szól ez a könyv, és miután belerázottam abba, hogy akkor ezek a különböző fajú lények, akik vannak, azoknak mi a megnevezésük, meg milyen nyelvet beszélnek, meg akkor ők most melyik, ők jók, rosszak, vagy milyen kategóriába esnek a békések, nem tudom, azt idő volt megszokni, meg a nevekre is rájönni, hogy ki kicsoda, mert elég sok szereplő van úgy hirtelen a könyvben, de én egyébként nagyon elvesztem, és így évelején tök jó volt, főleg ez a, hát a többiek úgy fogalmaztak, hogy novella fűzérszerűség, és ez a novella fűzérszerűsége azért volt nekem most jó, mert hogy nem volt probléma, ha mondjuk egy-két nap eltelt olvasások között, mert hogyha fejezet végén raktam le, a következő fejezetben már tök másról volt szó, meg más történt, tehát hogy ez tipikusan nem az a könyv, ami az eseményeket így a fejezet végén félbehagyja, és akkor majd a következőben folytatod, és akkor így folyamat olvasod, hanem így nem azt mondom, hogy le lehetett tenni, csak nem volt az, hogy valami izgi közepén abba hagytad, és akkor így napokkal később folytattad. Nagyon sokat beszéltem most már erről. Erről majd lesz 10-én egy kibeszélőnk. Nem tudom, hogy ez a videó pontosan hogy megy ki, majd megpróbálom ide belinkelni, hogyha már meg lesz róla a kibeszélő. Én szerettem ezt a könyvet, szerettem, ahogy Becky Chambers ír, bár a magyar fordításban voltak érdekes dolgok, meg tele volt elgépeléssel, meg ilyenekkel, tehát volt egy-két mondat, amire így vissza kellett háromszor olvasnom, hogy most ez mi. De én egyébként nagyon elvesztem, és szerintem nagyon jókor talált meg ez a könyv, úgyhogy ezért is nagyon élveztem ezt a könyvet, és így mentem ezzel a nagyon nagy kedvességgel, és nyugalommal, és drámamentességgel, ami ebben a könyvben van, és kisütött a nap, és gyakorlatilag most egy autó ablakáról rám reflektálódik, úgyhogy ezért ég ki az arcom éppen. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem a hosszú út egy kicsi és dős bolygóhoz. Igen, hangos könyvezés terén is két Becky Chambers könyvet hallgattam ki, ami már azért volt a radaromon, mert ezt meg Esztinek a kedvenc Becky Chambers könyve, ami a ezt nem tudom, hogy kell kimondani, a Psalm for the Wild Build, ami egy kis regény, szintén egy science fiction kis regény, amiben ez a Monk and Robot sorozat, és egyébként kiolvastam a második részét, a Prayer for the Crown Shite is, és ez gyakorlatilag arról szól, hogy egyrészt követjük Dexet, aki egy hát ilyen teaszerzetes vad magyar fordításomban, és ő így elhagyja a várost, és te a szerzetes lesz, és akkor az egésznek a helyszíne, hogy hát ez ilyen kicsit ilyen disztópikus is, mert hogy az emberiségnek így megvolt a mélypontja, és akkor abból kellett visszaküzdeniük magukat, miután a robotok öntudatra ébredtek, és azt mondták, hogy akkor mi most el szeretnénk innen menni, és akkor az lett ennek a vége, hogy az emberiség az így az már nem használ robotokat, a robotok elmentek élni a kis életüket, és akkor az emberiség az megpróbálta visszatornázni magát önfenntartó módon minél kevesebb szeméttel. Szóval adott egy ilyen kis
reménysugarat, hogy erre képes az emberiség ebben a könyvben, a saját emberiségünk a jelenünkben nem vagyok ebben biztos, hogy az így működne, ha ez történne, de az egy teljesen másik téma. És akkor az a lényeg, hogy Dex így kicsit ilyen elveszett az életben, tehát ilyen kiégés szélén van, és nem tudja összerakni a gondolatait, és akkor összetalálkozik Moszkeppel, a robottal, aki jön az emberekhez megkérdezni, hogy mire van szükségük. Egyrészt az első kötetben őket követjük, ahogy elmennek a vadonba megkeresni egy ilyen hermitage. Mi a hermitage magyarul? Ilyen zarándok helyet, hogy ott Dex kicsit összeszedje magát, aztán a második részben Moszkeppel visszamennek, és végigjárják a településeket, és megkérdezi Moszkepp így az emberektől, hogy mire van szükségük. És hát ez is nagyon-nagyon-nagyon kózi, és nagyon-nagyon szerettem az összes interakciót Moszkepp és Dex között. Moszkepp ugye egy robot, de hogy a tudása az emberekről az így, amit így mondjuk úgy örökölt a korábbi robotoktól, akik elvándoroltak először az emberektől, és így tud egy csomó minden, de hogy így kulturálisan annyira nem tudja mégse a dolgokat. És így gyakorlatilag olyan volt, mint egy kisgyerek, aki mindig felteszi ilyen számunkra egyértelmű kérdéseket, de hogy neki nem egyértelmű. És ez szerintem alapesetben egyébként idegesített volna. Vagy hát vannak olyan helyzetek, amikor ez engem idegesít, hogyha van ilyen nagyon kis butuska idézőjelben karakter, aki így mindenre is rákérdez, és így rácsodálkozik a világra, de hogy Moszkepp zseniális karakter. Tehát, hogy így imádtam minden úgymond hülyeséget, amit kérdezett, és nem, nagyon-nagyon szerettem őket Dex-el, és nagyon imádtam az interakciókat közöttük, tehát azok zseniálisak voltak. És a második részben volt egy jelenet, ami így peak komédia, tehát hát ez most spoiler, szóval ez spoiler, ha nem olvasta valaki a második részt, de hogy van egy pont, hogy amikor így Moszkepp reggel oda megy Dexhez, miután volt egy ilyen kisebb parti tartva nekik az egyik városba, és így bekopog, és gratulál neki, hogy szexelt. És így zseniális, és aztán elmondja, hogy egyébként a hölgy, akinél meg ő volt éjszaka, hogy ne zavarja Dexet, ott pedig gyakorlatilag pornókönyveket olvasott, és ilyen az a jelenet zseniálisan volt megírva, imádtam. Igen. Szóval csodálatos volt. És így nagyon szép volt látni, hogy a kis barátságuk kialakult, és nagyon-nagyon jó volt. És mindeközben nyilvánvalóan Dex meg tökre ki volt égve az életből, és így próbálta keresni, hogy oké, mi az ő létezésének az értelme, mi a küldetése az ő életének, és hogy egyáltalán feltétlenül muszáj-e, hogy legyen küldetésed azon kívül, hogy élsz. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt a két könyvet. Nem lepődtem meg rajta, hogy ezt a ajánlásra betalált, úgy őszintén szólva, szóval igen, de csodálatosak voltak, úgyhogy hát ha egyszer majd magyarul, azok is kijönnek. Csak ugye ezek ilyen 160 oldalas kisregények, szóval hát ha ki is jönnek magyarul, szerintem inkább a 2-1-ben esélyesebb. Következő, végre folytattam a Holdbéli krónikákat, és ugye ez is szintén science fiction fantasy, romantikus könyv, meg disztópiának elég sok műfaja van, de sokkal inkább science fiction, mint fantasy. Szóval gyakorlatilag a Holdbéli krónikákból így évente egy részt olvastam eddig, és ugye a második rész volt az, de már az első is elég jó volt ahhoz, hogy végig akarjam olvasni a sorozatot. Nagyon-nagyon szeretem ezt a sorozatot, kicsit ilyen guilty pleasure-nak érzem, de roppant mód élvezem. És én ettől a sorozattól nem vártam el mást, mint hogy így élvezem. És csak jól esik, hogy olvasom. És a második, vagy mi az a harmadik részben az események gyakorlatilag onnan folytatódnak, ahol a második abba hagyta. Mennek, megpróbálják kiszabadítani Crest a műholdjából, ahol gyakorlatilag fogva tartják, és hát ott így szétszakad a csapat, és aztán 300, vagy itt van 600 oldalnyi tömény történés, és a végén olyasmi is történik, amire már vártam 3 kötetet, hogy megtörténjen, és így yes! És na mindegy, ott most át van kicsit rendezve a polc, de ott lent figyel a Winter, amit
ha minden jól megy, akkor megpróbálok megtartani a könyvkempingig, ha nem, akkor még az is lehet, hogy előbb elkezdem, de ott figyel a Winter, meg ugye a novellás kötet, és azokat is most nem akarok egy évet várni, hogy befejezzem a sorozatot, úgyhogy nagyon izgatottan várom, hogy befejezzem a sorozatot, mert már csak egy rész van belőle. Jött a leszámolás, ez az, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem a Hot Billy krónikákat. Megvett magának ez a sorozat. És az utolsó könyv, amit befejeztem januárban, ami igazából a februári BookTube könyvklubban. A februári BookTube könyvklub közös könyv, csak elkezdtem előbb, mert féltem, hogy a könyvkemping miatt nehogy az legyen, hogy nem fér bele. Ez pedig Octavia E. Butler-től volt a Hajnal, ami ilyen szintén poszt, emberiség elpusztította önmagát nyilvánvalóan, mi más történt volna, és akkor egy földön kívüli faj megtalálja őket, és akkor megpróbálják visszarehabilitálni a földet, de mindeközben ez a faj olyan, hogy ők így más fajokkal ilyen kölcsönhatásba kerülnek, és fejlődnek. Tehát gyakorlatilag nem marad meg egyik faj se, hanem így ketten együtt csinálnak egy új fajt, és akkor az marad meg. Na mindegy, az nem pontosan vagyok benne, biztos, hogy el tudom magyarázni. Ez egy nagyon fura könyv volt egyébként, és ez sokkal hardcore-abb science fiction volt, mint az összes többi, amit olvastam a hónapban. És ebben a helyzetben követjük Lilith-et, aki így fölébred egy ilyen kis magánszobában tök egyedül, és akkor végigvezet minket a könyv a folyamaton, ahogy ő így megismeri az onkálikat, nem tudom, hogy kéne őket kimondani magyarul, meg angolul olvastam, szóval igen, és igazából őt így megpróbálják azzal bízni, hogy a többi embert így asszimilálja a dolgokhoz, amikhez ő is nagy nehezen asszimilálódik. Életem legfurcsább szex jelenetét olvastam ebben a könyvben, ami felől még nem tudom, hogy érzek, mert tegnap fejeztem be, ahogy ezt a videót felveszem, és így nagyon váratlanul ért ez a... az a jelenet. Na mindegy, ezzel nem mondtam el szerintem spoilert, de igen, ebben vannak ilyen furcsaságok. Őszintén nem tudom teljesen meghatározni, hogy érzek ezzel a könyvvel kapcsolatban. Az a helyzet, hogy így január közepén Andi kitett egy videót, ami az a Copile könyvértékelési rendszerről szólt, ami nekem tökre megtetszett, mert tavaly azt éreztem, hogy valahogy nem passzoltak az értékelésén, vagy valahogy nem, valami nem volt jó, úgyhogy most próbálom adaptálni én is ezt a rendszert Andi videója után, amit ide be fogok linkelni, hogy meg tudjátok nézni. És így, ahogy értékeltem ezt a könyvet ebben a rendszerben, így azt éreztem, hogy egyébként maga a könyv jó volt, csak nekem annyira nem tetszett. Tehát egy tök mindegy, hogy egy részekre szedjük, hogy maga a logika, világépítés, meg ezek milyenek voltak, azok jók voltak benne, csak így együtt az egész nekem ilyen semmilyen volt. Nem tudom, olvasnám-e tovább ezt a sorozatot, ez ugye egy trilógia. Ezt még nem tudtam eldönteni, mert ahogy véget ér, ez kicsit ilyen érződik, hogy ez egy felvezetés volt a későbbiekhez, és most így kicsit úgy vagyok, hogy érdekel is, meg nem is. Az onkálik tudnak így velük nem genetikailag, de hogy a sejtjeikbe bele tudnak nyúlni, meg a testkémiai anyagokat kicsit úgy megpiszkálni, hogy azok jobban teljesítsenek. Vannak itt így furcsaságok, és őszintén nem tudom, mit gondolok erről a könyvről. Majd lehet, hogy a könyvklubos kibeszélő segíteni fog helyre tenni magamban a gondolataimat. Fura volt nagyon sokszor, hogy az egész egy ilyen fura bizarr fölépítéssel működött. Úgyhogy még meglátom, folytatom el. Tényleg nem tudom eldönteni, hogy pontosan mit érzek ezzel a könyvvel kapcsolatban. A Copile-os rendszerezés alapján ez egy ilyen 4 csillagos könyv lett, olyan 4-nek az alsó fele, nem is tudom. Tehát ilyen kicsit több, mint 7 egész pontot kapott a 10-es skálán a, nem tudom, 6 féle érték összeadásával, kiátlagolásával, úgyhogy igen, nem tudom. Nyilván szerintem egy részt ami lehúzta úgymond számomra a könyvet, hogy annyira nem investálódtam a karakterekbe talán. Mindegy, úgyhogy erre még ez majd a BookTube könyvklubos kibeszélő után lehet, hogy jobban össze tudom szedni a gondolataimat erről a könyvről. Úgyhogy ez volt az az 5 könyv, amit kiolvastam idén januárban. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti miket olvastatok a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!